Véget ért a párizsi paralimpia. A magyarok kiválóan szerepeltek, 5 aranyat, 6 ezüstöt és 4 bronzérmet nyertek. Jön a békeköltségvetés, emelni fogjuk a béreket és a családtámogatásokat, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. Kitoloncolás, a menedékkérők elutasítása, új hangok a német politikában. Úgy tűnik észbe kaptak, de lehet, hogy már túl későn. A cukorbeteg diákok továbbra is maguknál tarthatják a mobiljukat az iskolákban. Életmentő lehet számukra a nekik készült applikáció. Ez a Híradó 7:30-kor az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Ma délután véget értek a párizsi paralimpia versenyei. Magyar szempontból ez volt minden idők 3. legeredményesebb paralimpiája, miután sportolóink 15 éremmel, köztük 5 arannyal, 6 ezüsttel és 4 bronzzal zártak, emellett pedig számos emlékezetes pillanatot szereztek. Konkoly Zsófia pedig megszerzi a magyar paralimpiai küldöttség első aranyérmét itt Párizsban. Félelmetes hajrával megnyeri a verseny 400 gyorson. Konkoly Zsófia nagyszerű győzelme már az első versenynapon megadta az alaphangot a párizsi paralimpián a magyar sportolók számára. A 22 éves úszó aztán a 200 vegyes döntője után is felállhatott a dobogó legfelső fokára, valamint 100 méteres pillangóúszásban is ezüstöt szerzett. Ezzel a magyar paralimpiai csapat legeredményesebb versenyzőjeként zárt. De ugyancsak 3 éremmel térhet haza az úszó Papp Bianca is, akinek egy arany és egy ezüst mellett egy bronz tette teljessé a kollekcióját. Nekem az ezüstérem is olyan, mintha nyertem volna, mert az az út, azt gondolom. Illés Fanni csupán 400 másodperccel maradt el a címvédéstől 100 méteres mellúszásban, de Tokió bajnoka, aki gyermeke születése miatt 2 évet kihagyott, így is elégedetten nyilatkozott. Nézzük Ekler Lucát! Ez is érvényes! Javít az egészen biztos! Ekler Luca azonban ezzel az 556 cm-es ugrásával megvédte címét a T38-as kategóriában, ráadásul 400 méteres síkfutásban is második lett. Kis Péter megvédi a paralimpiai bajnoki címét! Az idei utolsó paralimpiai arany a kajakos Kis Péter Pál nevéhez fűződik, aki Tokió után Párizsban is győzött 200 méteren. A magyar csapat összesen 15 érmet, közte 5 aranyat, 6 ezüstöt és 4 bronzot gyűjtött, amivel 26. helyen zárt az éremtáblázaton. Érdekesség továbbá, hogy a kerekesszékes vívó Krajnák Zsuzsanna a női tőrcsapat tagjaként a francia fővárosban elért második helyével már pályafutása 13. paralimpiai érmét szerezte, amivel továbbra is vezeti a magyar örökranglistát. És már csak a záró ünnepség van hátra a párizsi paralimpiából. Nagyjából 1 óra múlva kezdődik a helyszín, a Stade de France. Ott van a helyszínen Szőke Viktória, hozzá kapcsolunk most. Szervusz ismét, és látom, hogy mögötted gyűlik a közönség. Mivel készülnek a szervezők a záró ünnepségre? Szervusz, és szeretettel köszöntöm ismét a kedves nézőket. Most már fokozódik a hangulat, egyre többen vannak itt a Stade de France-ban, a stadionban, a franciák nemzeti stadionjában, és körülbelül 60 ezer néző jelenlétére számítanak, majd hömpölyög a tömeg, és ami a legfontosabb, hogy a delegációk közül is már nagyon sokan ott ülnek a székeken, a magyarok pedig itt közvetlenül mögöttünk ülnek, és várják majd a zászlóvivőket. A 15 érmet szerző magyar küldöttségnél az itt Párizsban 3 érmet begyűjtő, közte 2 aranyat is szerző úszó Konkoly Zsófia viszi majd a nők részéről, a férfiak részéről pedig a címét megvédve aranyérmes Kis Péter Pál, a kajakkenus nagy egyéniség, klasszis viszi majd a magyar zászlót, és természetesen őket kísérik majd az edzők, a felkészítők és a Magyar Paralimpiai Bizottság vezetősége is. Egyébként Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke elégedetten nyilatkozott a délután folyamán a kajakkenú versenyek végén a magyar csapat teljesítményéről, és hát dicsérte a sportolókat, akik ismét letették a névjegyüket, és egy nagyon szép eredménysor produkálva várhatják majd egyébként a 4 év múlva Los Angelesben sorra kerülő paralimpiát is. Egyébként amerikai művészek is itt lesznek, és sportolók is eljönnek majd a záró ceremóniára, hiszen zászló átadás is történik majd a Los Angeles-i szervezők részéről, sőt egy amerikai színésznő elénekli majd az amerikai himnuszt is a tervek szerint, de itt lesznek francia művészek is, például az elektronikus zene klasszikusai közül az egyik legnagyobb Jean-Michel Jarre, és az ő munkássága lesz az irányadó, ő kerül a középpontba, de több
több mint 20 francia lemezlovas is színesíti majd a műsort, és ők együtt szórakoztatják majd, és együtt buliznak a sportolókkal, akik 5500-an vannak itt, és az elmúlt 11 nap során bravúra halmoztak, köztük természetesen a magyar versenyzők is, akikre nagyon büszkék vagyunk. Kedves nézőink, ha tehetik, akkor tartsanak majd az m4sport.hu-val, vagyis a közmédia webes sportos webes felületével, hiszen ott élőben követhetik nyomon a záró ceremónia minden egyes mozdulatát, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, és nézni majd ezt a kiváló műsort, ami táncparketté alakul majd, és mindenki bulizni fog. Jó szórakozást kívánok a kedves nézőknek! 8:30 kezdődik majd. Szőke Viktóriának Párizsból köszönjük szépen! Jön a béke költségvetés, emelni fogjuk a béreket és a családtámogatásokat. Ezt írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy hosszabb bejegyzésben osztott meg részleteket a Köcsei találkozón elmondott beszédéből. Ebben úgy fogalmazott, hogy 2025-ben 3-5% közötti gazdasági növekedést kell elérni, valamint a bérek és családtámogatások dinamikus növelésére is számítani lehet. Orbán Viktor írásában arra is utalt, hogy jövőre kormányátalakításra készül. 3-5% közötti növekedést szeretnénk kipréselni, vagy kiszuszakolni valahogy a magyar gazdaságba. Ez nem lehetetlen a következő évben. Ebben az évben a magyar gazdasági növekedés Európa első harmadában van, jelentette ki Orbán Viktor újságírói kérdésre a szombati Köcsei találkozón. A miniszterelnök hozzátette, ezzel nem elégedett, akkor lesz az, ha a magyar növekedés Európában az első lesz. A kormányfő a magyar gazdaságot érintő intézkedésekről egy nappal a Somogyvár megyei esemény után a közösségi oldalán is beszámolt. Megvan a cselekvési terv. Bemutatva, bejelentve ugyan még nincs, nem vettük még politikai munka alá, de szoktunk rá úgy utalni, mint a békeköltségvetés, ami már bent van az íróasztal fiókban, írta a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, ennek a békeköltségvetésnek vagy cselekvési tervnek a középpontjában az áll, hogy a 2025-ös évben feltoljuk a gazdasági növekedést a 3-5%-os sávba. Kell egy bérdinamika, fogalmaz Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztet, a munkaadók és a munkavállalók egy nagyon dinamikus tárgyalást folytatnak éppen a következő évi bérekről. Ebből a kormány próbál kimaradni, de láthatóan egy nagy arányú béremelkedésben fognak megállapodni a szakszervezetek a munkaadókkal, amire a kormány majd ráüti a pecsétet. Néhány területen a bérdinamikát már meg tudtuk indítani, ilyen az egészségügy, de most zajlik Magyarország történetének legnagyobb tanárbéremelése is, ami jövőre folytatódni fog. Emeli ki a kormányfő, aki a családtámogatások kapcsán hangsúlyozza, hogy meg kell emelni a családtámogatásokat, mert a magas infláció felemésztette azok értékét. Meg kell kétszerezni a gyerekek utáni adókedvezmény mértékét a következő 2025-ös évben, amire Hankó miniszter úr már kidolgozta a terveket, teszi hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök egy új kisvállalkozói programról is beszámol, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter dolgozott ki. Ez hajaz a valamikori Széchenyi tervre. Ha te egy forintot befektetsz, mi is adunk mellé egyet. Tehát egy kis és középvállalkozókat, nem nagyokat bevonó program is megvan, teszi hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor írt arról is, hogy egy ilyen gazdasági akciótervnek előfeltétele az összehangolt gazdaságirányítás. Bejegyzése végén Orbán Viktor azt írja, kell egy gazdasági és költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter. Ennek az embernek a személye összefügg azzal, folytatja Orbán Viktor, hogy a március 1-én sajnálatos módon bekövetkező jegybank elnöki szék megörülése milyen döntésekre sarkalja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki oda megy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek, fogalmaz a miniszterelnök, majd leszögezi, az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybank elnök lesz. A gazdasági semlegesség megőrzése és a blokkosodás elkerülése hozhatja el Magyarország számára a következő években, évtizedekben is a jólétet. Erről beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója a Köcsei találkozón a Kossuth Rádiónak. Orbán Balázs Orbán Viktor sajtónak tett nyilatkozatát fejtette ki részleteiben. Ennek lényege, hogy ha a nyugat bezár a saját blokkjába, akkor elveszítjük szuverenitásunkat, mert teljes egészében a blokk alárendeltségébe kerülünk.
Nekünk a gazdasági semlegesség politikáját kell képviselnünk. Mi nem akarunk konfrontációt a blokkok között, nem is fogadjuk el általában sem a blokkosodás politikáját, nemet mondunk a szankciós rezsimekre, és nemet mondunk arra, hogy az egymással folytatott kereskedelmi kapcsolatoknak ideológiai vagy geopolitikai színezetet adjunk. És ezzel fogjuk Magyarországot egy olyan pozícióban navigálni, hogy a következő évtizedekben is a lendületes gazdasági növekedés és a fejlődésnek a peremfeltételei megteremtődjenek. Kínában alapvetően szeretik és tisztelik Magyarországot, ezt mondta Magyar Levente. A külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára a kínai Xiamen városában rendezett gazdasági vásáron elmondta, az idei vásár díszvendégének hazánkat a kínai elnök személyesen kérte fel. A politikus hozzátette, a gazdasági mellett a kulturális kapcsolatok is fontosak, hogy jobban megismertessék egymással országainkat. Nagy lehetőség és nagy megtiszteltetés ez nekünk, hiszen számos olyan magyar vállalat tud bemutatkozni termékekkel, szolgáltatásokkal, különböző innovatív megoldásokkal, amelyek egyébként nem jutnának el erre a piacra és nem kapnának ilyen globális láthatóságot. Xiamen városa Fujian tartományban található. Ez a tartomány azért fontos nekünk Magyarországon, mert innen érkezik a legtöbb kínai működőtőke hazánkba. A német koalíciós kormány beterjesztette a parlamentben azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a migránsok kitoloncolásának felgyorsítását, miután az országon az elmúlt hetekben erőszak hullám söpört végig. A főként késes támadásokat többségében migrációs hátterű bűnözők követték el. A német belügyminiszter úgy fogalmazott, az országban nagyobb védelmet kell biztosítani az iszlamista terror ellen. Állig felfegyverzett rendőrök zárták le csütörtökön Münchenben az izraeli főkonzulátus és a náci Németország történetével foglalkozó múzeum környékét. Előzőleg egy bajonettel felszerelt fegyverrel lövöldöző fiatalember tűzpárbajba keveredett a rendőrökkel, akik a helyszínen lelőtték. A 18 éves bosnyák származású férfi az iszlám állam terrorszervezethez kötődött. A hatóságok szerint az 1972-es müncheni olimpián elkövetett terrortámadás évfordulóján készült merényletre az izraeli konzulátus ellen. Németországban az elmúlt hetekben szinte mindennapossá váltak a terrortámadások. A legtöbbet késsel követték el. Augusztus 23-án Zollingenben egy szír bevándorló késelt halálra 3 embert, 8 másikat pedig megsebesített. Zollingen után 4 nappal Mörzben egy 26 éves férfi késsel támadt rá a rendőrökre, többen is megsérültek. Egy nappal később 2 késelés is volt ugyanabban a városban. Recklinghausenben egy 49 éves férfi sebesített meg egy 53 éves férfit egy ház folyosóján, és egy 33 éves férfi több járókelőt is megkéselt. Ziegenben egy 32 éves nő egy buszon késelte sorra az embereket, 6-an megsérültek. Berlinben pedig egy toronyház folyosóján késeltek halálra egy 28 éves édesanyját. Legutóbb pedig pénteken Linzamreinben egy iszlamista férfi mácsetével rontott be egy rendőrösre. Miközben Allahot éltette, a munkájukat végző rendőröket azzal fenyegette, hogy kivégzi őket. Az erőszakhullám elkövetői között több bevándorló is volt. A támadások után a német belügyminiszter azt mondta, mindenkinek, aki nem szorul védelemre, amilyen gyorsan csak lehet, el kell hagyni a Németországot. Szigorítjuk a tartózkodási engedélyek kiadását és felgyorsítjuk a kitoloncolásokat. Különös szigorral járunk majd el azokkal szemben, akik késes támadásokat követnek el. Fogalmazott a belügyminiszter, hozzátéve, mindent megtesznek azért, hogy azok a bűnözők, akiket egyszer már visszavittek Szíriába és Afganisztánba, ne tudjanak ismét Németországba jutni. A német koalíciós kormány szombaton már be is terjesztette a parlamentben azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a kitoloncolások felgyorsítását és más szigorú rendelkezések bevezetését a késes bűncselekmények visszaszorítása érdekében. Nancy Faeser úgy fogalmazott, az országban nagyobb védelmet kell biztosítani az iszlamista terror ellen. A bűnöző migránsok kitoloncolása mellett betiltják a kések viselését, illetve alkalmazzák a bűnözők arcfelismerését szolgáló szoftvereket. Közben kiderült az is, hogy Németország még augusztus 30-án 28 afgán bűnözőt elszállított Lipcséből Kabulba. Erről a belügyminiszter számolt be közösségi oldalán, majd a német kancellár is megerősítette.
Nagy körültekintéssel készítettük elő a deportálást, ami meg is történt. Ez egy üzenetértékű intézkedés volt, vagyis akik bűncselekményeket követnek el, biztosak lehetnek abban, hogy kitoloncoljuk őket, fogalmazott a kancellár. A berlini kormány a migránsok sikertelen integrációja után kénytelen lépéseket tenni a bevándorlás szabályozása ügyében. Türingiában a múlt vasárnapi tartományi választáson a voksolók világos üzenetet fogalmaztak meg, amikor az Alternatíva Németországnak nevű jobboldali, bevándorlás ellenes pártra adták le a legtöbben a szavazatukat. Hans-Georg Maaßen, német jobboldali politikus, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi elnöke, a bevándorlás támogatásával magyarázta korábbi pártja a CDU kudarcát. A CDU ma is a határ teljes megnyitása és az illegális bevándorlók barátságos fogadása mellett áll. Az, amit az utóbbi hetekben Friedrich Merztől hallhattak, hogy újra elkötelezett a határok lezárása mellett, az szerintem a tartományi választások miatt volt. A CDU színjátékot játszik. Nyilatkozott az M1-nek a Verte Union, vagyis az Értékszövetség nevű pártvezetője. A tartományi koalíciós tárgyalásokkal kapcsolatban elmondta, hiába próbálják sokan az AfD-t befeketíteni, neki soha nem volt az a benyomása, hogy bármelyik AfD-politikus maga lenne az ördög. A Hans-Georg Maaßennel készült teljes interjút holnap láthatják itt az M1-en. A menedékkérők határnál történő elutasítása nem csak lehetséges, de szükséges is. Ezt mondta egy interjúban a Német Szövetségi Alkotmánybíróság volt elnöke. Hans-Jürgen Papier szerint az európai jogban nincs olyan szabály, amely a német törvények fölött állna, ezért a biztonságos harmadik országokból származó személyek belépését meg lehet tagadni, ha azok más EU tagállamból érkeznek. Berlin, Noll Katalin. Friedrich Merz egyébként a brandenburgi kampányrendezvényén beszélt arról, hogy a németországi állapotokon teljes mértékben látszik a migráció káros hatása, hogyha körbenézünk, akár például a lakhatási körülményeket említette, vagy az iskolák helyzetén is. Nagyjából ennek tudható be az, hogy csak most került ez gyakorlatilag asztalra ez a téma, és jogászokat kérdeznek meg, és ezzel kapcsolatban nyilatkozott az Alkotmánybíróság volt elnöke. Továbbra is keresik a rendőrök azt a migránst, aki pénteken este leszúrta társát a boszniai Bihácson. A hatóságok a gyilkosság helyszínén az áldozaton kívül még három férfit találtak, valamennyien szíreknek vallották magukat, és többségük kiskorú. Boszniában a hét elején egy másik gyilkosság is történt. Szarajevo közelében egy férfit lelőttek a társai. Bár azonnal hajtóvadászat indult az elkövető ellen, egyelőre őt sem találják a rendőrök. Migránscsoportok gyalogolnak Bosznia-Hercegovina hegyvidéki útjain, ismét egyre gyakoribb ez a látvány, az elmúlt hetekben ugyanis megnőtt az érkezők száma. A csoportokban harci tapasztalattal rendelkező képzett katonák is vannak, ők arról beszéltek a híradónak, ez előnyt jelent számukra útjuk során. Katona voltam Afganisztánban, de elmenekültem onnan, most Németországba akarok menni. Van tapasztalatom, képzett vagyok, ezért nekem könnyebb az út, mint a többi. Mondta a migráns. Az illegális bevándorlókkal a növekvő bűnözés is megérkezett a Balkánra. Péntek este a horvát határ melletti Bihácson tört ki tömegverekedés. A migránsok a befogadó központ előtt szólalkoztak össze. A konfliktus során egy kiskorút megkéseltek, ő belehalt a sérüléseibe. A bosnyák sajtó nemrég újabb részleteket közölt az esettel kapcsolatban. Kiderült, a meggyilkolt fiú 17 éves volt, a kiérkező rendőrök pedig rajta kívül még három férfit találtak a helyszínen. Valamennyien hasonló korúak és Szíriából érkezhettek Európába. A tettes elszökött, őt még keresik a hatóságok. Nem ez volt az egyetlen gyilkosság a héten. Hétfő este migránsok csaptak össze egymással Szarajevóban is. Itt már egy pisztoly is előkerült, egy illegális bevándorlót lelőttek, egy 20 év körüli férfi meghalt. Két társát sikerült elfogni a rendőröknek, őket megbilincselt kézzel vitték be a szarajevói ügyészségre. Egy harmadik férfi ellen pedig hajtóvadászat indult, róla egy fényképet is közzétettek a hatóságok. Bár a bosnyák szervek igyekeznek mindenkit megnyugtatni, hogy nincs ok aggodalomra, mégis egyre többeket nyugtalanít a helyzet. Az ugyanis, hogy az illegális bevándorlók fel vannak fegyverkezve, szinte már mindennapossá vált. A migránsok azt mondják, erre azért van szükségük, mert útjuk során többször is összetűzésbe keverednek az embercsempészekkel.
Ennek a migránsnak is volt már konfliktusa velük. Tőle elmondása szerint 2000 eurót vettek el a bűnbandák. Pakisztániak és afgánok voltak, a maffia tagjai. Nagyon sok gond van velük. Ezek mindenre képesek, magyarázta a bangladesi migráns. Az embercsempészek áttelepültek a Bosznia-Hercegovina-Horvátország határára. A migránsok fő útvonala jelenleg Bosznia-Hercegovinán, Horvátországon, Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet, de bármikor változhat a helyzet. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt a Kossuth Rádióban. Bakondi György emlékeztetett, tavaly a felfegyverzett embercsempészbandák miatt tarthatatlan állapotok alakultak ki a déli határkerítés szerb oldalán is, és csak a rendőrség határozott fellépése után javult a helyzet. Bármikor megtörténhet, hogyha a szerb rendőri erők erőfeszítése tovább csökken, hogy ezek a bizonyos elsősorban afgán és marokkói embercsempészbandák, akik itt a harcokat folytatták, áttelepülnek vissza újra a magyar határa, és megint jelentős nyomás alá helyezik a magyar határbiztonságot. Bakondi György hozzátette, hazánk készen áll ennek kezelésére. Úgy fogalmazott, Magyarország továbbra is megvédi a határait. Emellett politikai és jogi eszközökkel is mindent megtesz majd azért, hogy távol tartsa magától a brüsszeli bírságot. Két ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek az észak-kelet-ukrajnai Szumi városára mért éjszakai orosz légicsapásokban, közölte a helyi mentőszolgálat. A sérültek között két gyermek is van. Az orosz tüzérség párhuzamosan Poltavát is támadta. A hatóságok szerint itt nem voltak halálos áldozatok, de ketten megsérültek, amikor egy magánházat ért találat. Szombaton ugyanebben a városban gyászszertartással vettek búcsút a szeptember 3-án történt orosz bombázás 6 áldozatától. A háború kezdete óta ez volt az egyik legtöbb civil áldozatot követelő támadás, amelyben legalább 55-en meghaltak és több mint 300-an megsebesültek. Már 2022-ben fennállt az atomfegyverek bevetésének veszélye. Ezt állította az amerikai hírszerző ügynökség vezetője egy londoni konferencián. A CIA szerint az orosz vezetésben merült fel először, hogy nukleáris fegyvereket vessenek be Ukrajnában. Idén tavasszal ugyanakkor már Nyugat-Európán söpört végig atomháborús őrület. A francia elnök és a lengyel vezetés is a nukleáris fegyverek alkalmazásának lehetőségéről beszélt. Februárban bejárta a világsajtót Emmanuel Macron kijelentése. Először a francia elnök beszélt nyugati katonák Ukrajnába küldéséről. Nem ez volt az egyetlen olyan kijelentése, ami az orosz-ukrán háború elmélyítéséhez vezetett volna. Néhány héttel később egy lapinterjúban már azt vázolta fel, hogy újra kell gondolni a nukleáris fegyvereket is magában foglaló európai védelmi politikát. Andrzej Duda lengyel elnök erre válaszul, jelezte, Varsó kész atomfegyvert fogadni, ha a NATO úgy dönt, ezzel erősítené meg keleti szárnyát. Oroszország nem hagyta szó nélkül ezeket a kijelentéseket és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Szergej Lavrov beláthatatlan következményekről beszélt, és azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, valamint Franciaországot, hogy atomháborút kockáztatnak. Az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA vezetője most eddig nem ismert információt osztott meg a nyilvánossággal. William Burns az angol titkosszolgálat vezetőjével közösen adott helyzetértékelést egy londoni konferencián az orosz-ukrán háborúról, majd szóba hozta azokat a két évvel ezelőtti jelentéseket, amik szerint akkor az oroszok részéről vetődött fel a nukleáris fegyverek bevetése. 2022. Senkinek nem szabad félváról venni az eszkaláció veszélyét. 2022 őszén valóban fennállt a taktikai nukleáris fegyverek bevetésének a veszélye, mondta William Burns. Idén tavasszal sorra erősítették meg a szakértők azt, hogy ismét nagyon közel került az emberiség az atomfegyverek bevetéséhez. Az M1 külpolitikai magazinműsora a Jó Világ egy teljes adást szentelt a témának. Ezért úgy döntöttem, hogy Hiroshima-ig utazok, és megkérdezem azok véleményét, akik túlélték az atombomba támadást, és még ma is köztünk élnek. Jó Csaba a műsor addigi legnagyobb pillanataként jellemezte, amikor találkozott Szatoshi Tanakával, aki túlélte az atombomba támadást 1945. augusztus 6-án. Egy éves és 5 hónapos voltam, amikor ledobták az atombombát. A szüleimmel éppen a szomszédos katonai bázison tartózkodtam, mert apám katona volt. A testvéreim és a rokonságunk Hiroshima-ban volt. 15-en haltak meg közülük. Anyámmal és apámmal elmentünk Hiroshima központjába, hogy megkeressük a családunkat. Tehát mi is a legerősebb sugárzásnak voltunk kitéve.
A Hiroshimára és Nagasakira ledobott bombák több mint 100 000 ember életét oltották ki. A Jóvilág stábja a Béke Múzeumban is forgatott, ami bemutatja azt a pusztítást, amit a világ első atombombája okozott, és abba a parkba is ellátogattak, ahol a béke lángja ég. A láng addig fog lobogni, amíg az utolsó atomfegyver is el nem tűnik a földről. Egészségügyi célokra továbbra is maguknál tarthatják, és szükség esetén használhatják a gyerekek okostelefonjaikat az iskolákban. Így például azok, akik egyes típusú cukorbetegséggel küzdenek. Ehhez szükség van egy orvosi igazolásra, amit az igazgatóknak kell elküldeniük a szülőknek. A könnyítés több mint 3000 diabéteses fiatalt érint. Itt van a inzulin pumpám. Itt van a szenzorom. Jól ismeri a protonpumpa minden részét a 7 éves Luca. A kislány azt is pontosan tudja már, hogy ezek neki cukorbetegsége miatt elengedhetetlenek. A szenzoron keresztül ugyanis azonnal inzulinhoz jut, amikor csak szükséges. Például most. 16.1, adjál be 0,6%. Most még édesanyja segít abban, hogy mikor, mekkora adagra van szüksége. Ebben egy mobil alkalmazás segít neki, amelyben pontosan látszik, hogy mennyi a vércukorszintje. A szenzor ugyanis 5 percenként friss értékeket küld a telefonjára, ami aztán hangosan jelez, hogyha gond van. Ez a telefon, ez mutatja, hogyha alacsony vagy magas, hogyha nagyon megy le a cukra, akkor egy nyílat is mutat, hogyha egy kicsit gyorsabban, akkor 2, és ha 3 nyílat mutat, akkor szól, hogy körülbelül 5 percen belül nagyon lent lesz a cukra, ugyanúgy a magas vércukornál is. Hogyha a tanórán jelez a telefon, egy pedagógus asszisztens azonnal felveszi a szülőkkel a kapcsolatot, és a kislány megkapja a megfelelő segítséget. Ha magas a vércukorszintje, akkor inzulint, ha alacsony, akkor pedig szénhidrátot kap. Ehhez azonban minden percben szüksége van az okostelefonjára, nem csak otthon, az iskolában is. Szól a tanárnéninek, hogyha pittyeg ez a telefon. Szakmai szervezetek javaslatára döntött úgy a kormány, hogy a cukorbeteg gyermekek maguknál tarthatják, és szükség esetén használhatják az okostelefonjaikat az iskolában. Ehhez azonban be kell adniuk a szülőknek egy orvosi igazolást. A teendő az az, hogy a szülő igazolás birtokában az iskola igazgatónál kéri meg ezt az engedélyt, és a jogszabálynak megfelelően az iskola igazgató meg fogja ezt az engedélyt adni. Tehát a cukorbeteg gyermekek mobiltelefonjukon továbbra is láthatják betegségükkel kapcsolatos adatokat. A gyakorlatban ez úgy néz majd ki, hogy az iskola igazgatója rögzíti a tanulmányi rendszerben az orvosi engedély és az okoseszköz adatait. Az iskola igazgatója adhat felmentést akár egész évben egészségügyi okokból, és én azt gondolom, hogy innentől kezdve az alapvető feladat az a kommunikáció lesz, ami ezekben az esetekben én úgy gondolom eddig is borzasztó fontos volt a szülők és az iskola között. A könnyítés valamivel több mint 3000 egyes típusú cukorbetegséggel élő diákot érint. Egészségügyi célra egyébként továbbra is használhatók lesznek a diákok okoseszközei minden iskolában. A napokban tetőzhet a parlagfű szezon. Na, Magyarországon is nagy területen elterjedt gyomnövény sokak mindennapjait megkeseríti ezekben a hónapokban. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte nagyon magas. Az Alföld egyes részein az extrém magas szintet is eléri. Ami a gondot okozza, a virágzat felső része, itt termelődik a virágpor nagyon nagy mennyiségben. Jól tűri a szárazságot a parlagfű. Hemzseg a gyógynövénytől ez a terület Zalaegerszegen. Van, ahol vállig ér már. A természetes legelőkön kevésbé tud elszaporodni, ott visszaszorítja az őshonos vegetáció a biológus szerint. De ahol elterjedt, ott a növényvirág a milliószámra termeli a pollent. Az utóbbi évtizedekben lett igazán komoly a mennyisége az országban, és így vele együtt a pollen koncentráció is, ugyanis egy szélbeporzású fajról van szó, így nagyon sok pollen termel. Az Észak-Amerikából származó gyomnövény már régóta jelen van Magyarországon, sok bosszúságot okozva ezzel az allergiásoknak. Általában a tüsszögések kezdődik, a szemem kezd viszketni utána, és hogyha időben mondjuk inhalátort vagy inzulint nem sikerül szereznem, akkor pedig teljesen bedagad a torkom.
A parlagfű augusztus végén, szeptember elején érik be. Pollenje az arra érzékenyeknél erős allergiás reakciókat okoz. Király Anna 4 éves kora óta allergiás a parlagfűre. A várandós nőnek napok óta a nap 24 órájában megkeseríti az életét az állandó orfolyás szemviszketés. Az aszmás kismama természetes módon próbál enyhíteni elviselhetetlen tünetein több-kevesebb sikerrel. Pulmonológus által javasolt, hogy kuraszerűen ne szedjek gyógyszert, hanem inkább próbáljak behúzódni, ablakot becsukni, illetve légtisztító az, ami bent működik, és akkor talán ez egy picit enyhít a tüneteken. Súlyosabb esetekben egy aszmás rohamnál inhalatív terápiát is alkalmazunk. Egyre több gyermeket érint az allergia, ezt tapasztalja saját praxisában Rovács Melinda gyermekgyógyász. A doktornő azt mondja, a parlagfűre érzékeny gyermekek tünetei augusztus végén, szeptember elején fokozódnak. Jellemzően ordugulással, szemviszketéssel, de aszmás tünetekkel is érkeznek a rendelőbe. Amennyiben tudjuk, hogy ismert parlagfű allergiája van a gyermeknek, érdemes időben elkezdeni az antiallergiás kezelést, a megfelelő antihisztamint, szükség esetén pedig az asztmának a megelőzéséhez megfelelő gyógyszereket. Amennyiben emellett is kijönnek a parlagfű tünetei, parlagfű allergia tünetei, akkor meg kell emelnünk az antihisztaminnek a mennyiségét, akár kétszeresére, háromszorosára. Az allergia ma már népbetegségnek számít. Becslések szerint közel 3 millió allergiás ember él Magyarországon. Differenciál diagnosztikai vizsgálatokat kell csinálni. Az M1 által megkérdezett allergológus szerint fontos a kivizsgálás, amit leggyakrabban bőrteszttel végeznek. Nékem Kristóf azt mondja, az allergia kezelésének egyik leghatékonyabb módja az immunterápia. Az immunterápia az csak akkor hat igazán, hosszú távon, hogyha maga a terápiája, tehát amit ami tartalmazza azt a fehérjét, például a pollenek fehérjét, amivel szembe az ember érzékeny, tehát az akkor, a immunterápia az akkor válik igazából be, hogyha hát legalább egy éven keresztül megfelelő koncentrációkba alkalmazzák azt a tisztított fehérjét, ami a tüneteket kiváltja. A parlagfű szezon általában október végéig tart, a gyomnövény pollen koncentrációja jelenleg országszerte nagyon magas. Az Alföld egyes részein az extrém magas szintet is eléri. Az LMP szerint az építési és közlekedési miniszter bizottsági meghallgatásának elutasítása nyílt beismerése annak, hogy a kormányzat nem képes megfelelni a vasúti közlekedéssel szembeni elvárásoknak. Bakos Bernadett azt mondta, probléma van a vonatok pontosságával és kevés a munkaerő is. Ne legyen krónikus munkaerőhiány ebben az ágazatban, hiszen ez a szolgáltatás minőségének és biztonságának is a rovására megy. Az infrastruktúra javítására pedig rengeteget kellene költeni. A jogszabályok alapján nem jártak volna a Honvéd Kórház speciális rendeltetési centrumában egészségügyi ellátások Magyar Péternek és rokonainak, valamint közeli ismerősének. Erről írt a Magyar Nemzet. A lap szerint azért is érthetetlenek ezek az esetek, mert az ilyen szolgáltatásokat kizárólag úgynevezett védett személyek vehetik igénybe. Esetleg arról tudna nekünk a főigazgató úr mondani, hogy akkor kik pontosan jogosultak erre a körre, az ellátási körre. Miért? Augusztus végén járt a Honvéd Kórházban Magyar Péter. A Tisza párt vezetője akkor az intézmény speciális rendeltetésű centrumába is be akart jutni. A kórház főigazgatója azonban tájékoztatta őt, hogy ez a részleg NATO minősítésű, ahol például a katonai szövetség sérült katonáit is ellátják, így ott emiatt nem készülhet képes dokumentáció. Nem sokkal később kiderült, Magyar Péter már járt a Honvéd Kórház speciális rendeltetésű centrumában, ahol a saját állítása szerint COVID-oltást kapott, és néhányszor teszteltette magát. A Magyar Nemzet információi szerint viszont az ellenzéki politikus ezeken az eseteken kívül is 9-szer vette igénybe a részlegszolgáltatásait. A pártelnök pedig nem csak magának, hanem olyan családtagjainak, például a nagyszüleinek is elintézte az ellátását, akik nem lettek volna jogosultak rá. Mindez csupán külön parancsnoki engedéllyel tehették meg, amelyet Magyar Péter közbenjárásával kaptak meg, a politikus továbbá közeli ismerőse érdekében is fellépett.
A jogszabályok alapján nem jártak volna megkülönböztetett egészségügyi ellátások Magyar Péternek és családtagjainak, fogalmaz egy vasárnapi Magyar Nemzet cikk. Alap szerint érthetetlen, hogy Magyar Péter magának, rokonainak és egy barátjának milyen alapon kért külön szolgáltatásokat, hiszen ezeket kizárólag úgynevezett védett személyek vehetik igénybe. Magyar Péter és ezen családtagjai pedig soha nem minősültek ilyennek. Alap emlékeztetett, védett személynek például a miniszterek, államtitkárok számítanak, mellettük pedig különböző honvédelmi és rendvédelmi vezetők tartoznak ebbe a kategóriába, valamint azok, akiknek az egészségügyért felelős miniszter kivételes esetekben az igénybevételt engedélyezte. A Magyar Nemzet szerint Magyar Péter rokonai nyilvánvalóan csak az utóbbi körbe tartozhatnának, de a politikus eddig nem mutatott fel olyan érvet, azaz államérdeket, amely az általa egyébként kritizált ellátások igénybevételét indokolta volna. Magyar Péter pénteken közösségi oldalán reagált, közölte, minden médiumot személyes adattal való visszaélés miatt feljelent, akik közlik alapinformációit. Ugyanakkor elismerte, hogy rokonai valóban kaptak ellátást a Honvéd Kórházban, és feleségével együtt rajta is végeztek COVID-teszteket ott, de szerinte családját nem az intézmény speciális rendeltetésű centrumában látták el. Magyar Péter soha senkinek nem fogja megoldani a problémáját, neki csak saját maga fontos. Ezt mondta Menczer Tamás a Tisza párt elnökéről tegnap Köcsén újságírói kérdésre válaszolva. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, Magyar Péter nem lesz miniszterelnök. Arról a Magyar Péterről beszélünk? Aki telefont lopott, bebújt a mentelmi joga mögé, amikor azt mondta korábban, hogy neki nem kell mentelmi jog. Arról a Magyar Péterről, akit a gigájánál, a nyakánál fogva hajítottak ki, mint az utolsó sutyókat szokás. Erről az emberről? Arról az emberről beszélünk, aki tizenéves lányok orális kielégítését imitálta a diszkóban és csúszkált alattuk, aki lehallgatta a feleségét, aki most ekézi a közlekedést, holott korábban mindenfajta igazgatóságban benne volt, és soha semmilyen érdemi munkája és felvetése nem volt, és most ekézi az egészségügyet, és egyébként magának szerzett meg a családjának protekciót. Erről az emberről beszélünk? Egy ausztrál lovas nyerte a négyes fogadhajtó világbajnokságot Szilvásváradon, csapatban pedig a hollandok győztek. Akadályhajtással ért véget a verseny. A magyar csapat az ötödik helyen végzett, míg egyéniben Dobrovic József ért el a legjobb eredményt, 13. lett a világ legjobbjai között. A sörényükből apró fonatokat készítünk, és ezekből a fonatokból bogyókat hajtogatunk. A segédhajtó lány csinosította a lovat párát az istállóban a verseny előtt. Szabó Orsolya Galbács Ferenc csapatát erősítette a négyes fogadhajtó világbajnokságon. A háttércsapatban az én szerepem a lovak szépítése, a fonatok elkészítése a sörényeken, illetve a farkukon. Ezen kívül még mi szoktuk őket fürdetni a versenyszámok előtt, hogy minél szebbek és tisztábbak legyenek, és tényleg makulátlan legyen a megjelenés, amikor belépünk a díjhajtó négyszögbe. A versenyre a világ szinte minden szegletéből érkeztek lovasok és lovak is, több mint 200-an. Vasárnap az akadályhajtáson mérkőztek meg egymással a válogatott versenyzők. A lovak állóképessége mellett a hajtók felkészültsége is meghatározó volt. A hazai pályán a magyaroknak szurkoltak a legtöbben. Lelkesen lengette a zászlót ez a kisfiú is. A családok többsége el volt ragadtatva a bajnokok látványos küzdelmétől. Mi az Alföldről érkeztünk. Még soha nem volt kapcsolatunk korábban a lovasporttal. Csak kaptunk két tiszteletjegyet, és erre jöttünk a hegyekbe motorozni egyébként is, és szerettük volna megnézni, hogyha már ez így alakult, és nem csalódtunk, mert nagyon tetszett a gyereknek, és nekem is. Bár a magyarok nem álltak fel a dobogóra, mégis pozitív tapasztalatokkal zárult a világbajnokság. Nyilvánvalóan hatalmas volt az elvárás, hiszen a 40 évvel ezelőtti négyes fogadhajtó világbajnokságon az első 5 helyezett magyar volt, természetesen a csapatversenyt is Magyarország nyerte, és ha tudtuk is, hogy most nem állunk a világ legelsői között négyes fogadhajtásban, de minden versenyző és a szervezők is úgy voltak, hogy azért fölül szeretnénk teljesíteni a képességeinket, a lehetőségeinket. A négyes fogadhajtás hazaért Szilvásváradra, ezt mondta az Agrárminisztérium államtitkára a díjátadón. Fazekas Sándor szerint a térség és az ország is fejlődött a program által. Az ország összefogásának és a szervezők elhivatottságának köszönhetően ez a verseny nem csak sporttörténeti siker volt,
hanem hozzájárult a település és a régió fejlődéséhez is. A mostani világbajnokságra is kiválóan felkészültek, és ezúttal is maradandót alkottak, 14 nemzet, 43 versenyző, 215 ló. A nemzetközi megmérettetéshez ezúttal sem találhattak volna szebb kulisszákat a szervezők. 25 ezer lelkes néző követte az eseményeket a 4 napig tartó szilvásváradi fogadhajtó világbajnokságon. A nyertes az ausztrál versenyző Boyd Excel lett, csapatban pedig a hollandok győzedelmeskedtek. Agarak és lovak izgalmas futamait láthatták ezen a hétvégén azok, akik ellátogattak a Kincsen Parkba. A nemzetközi agár és lóverseny hétvégével a magyar lovasport legkiemelkedőbb személyiségeire és legjobb lovaira, köztük a 150 éve világra jött Kincsemre emlékeztek. Kíváncsi tekintetek a nézőtéren, és vágtázó lovak izgalmas befutója a pályán. Látványos futamokat láthattak azok, akik ezen a hétvégén kilátogattak a Kincsen Parkba. Kelet-Közép-Európa legkiválóbb agarai és lovai mérték össze gyorsaságukat. Nem csak a rajthozállók névsora, hanem az özdíjazás is kiemelkedővé tette a rangos versenyt. A futamok között sem unatkoztak a családok, a szervezők változatos programokkal készültek, a kézműveskedés vidám perceket szerzett a gyerekeknek, de ők is azt várták leginkább, hogy megcsodálhassák a lovakat. Van otthon egy ilyen hintaló, és ez a kedvenc játék most, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy akkor biztosan fog tetszeni neki élőben is. Nagy tapsot kapott a gróf Nádasdi huszárosztály elegáns bemutatója, ami után jött a nap és az egész hétvége legjobban várt eseménye, a Kincsemdíj futama. A 3 éves és idősebb angol telivérek és lovasaik 2400 méteres távon versenyeztek, egy cselló Gasparini-ért célba elsőként. A Kincsemdíjat a honvédelmi miniszter adta át. Szalai Bobrovnicki Kristóf méltatta a magyar lovasport hagyományait. Azt mondta, a Kincsen Park folyamatosan fejlődik, amit az is mutat, hogy az osztrák derbiként ismert rangos versenyt is itt tartották meg, mert jobbak a körülmények, mint Ausztriában. A Kincsen Parkban nem csak a gyep minősége kifogástalan, de a lovasportot kedvelő közönség is nagyon befogadó. Évről évre növeljük ennek a díjnak is a presztízsét, az értékét, és folyamatosan igyekszünk a lóversenyzést visszatenni oda, ahol korábban volt, hiszen ez egy olyan polgári időtöltés, ami talán a mai világban nem értéktelen, hogy a fiataljainkat is elmozdítja a TikTok képernyője elől, valódi élményeket ad lovak, emberek közelében. A futamokkal a magyar lóversenysport legkiemelkedőbb személyiségeire és lovaira emlékeztek. Köztük a 150 éve világra jött Kincsemre, a legyőzhetetlennek tartott csodakancára. A világhírű magyar ló 54-szer állt rajthoz Európa szerte, és egyszer sem talált legyőzőre. A magyar repüléssel és a repülőeszközökkel, a magyar honvédség légiereivel és földi alakulataival ismerkedhettek meg a látogatók a Burgundy légiparádén. A honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a magyar kormány komoly haderőfejlesztési és honvédelmi programba kezdett, így a légierőt is átfegyverezték az elmúlt években. Műrepülőgépek, sugárhajtású gépek és helikopterek is bemutatkoztak a Burgundy légiparádén Székesfehérváron. A helikopterek az én világom, helikopterezni szoktam is menni, illetve most éppen majd várom a pilótát megbeszélni, hogy a Delfinnel is fogok menni. Az L-39 Albatrosz. A sugárhajtású kiképző repülőgépet, az L-29-es Delfint is megismerhették a látogatók. A gép az egy 1971-es gyártású veterán sugárhajtású repülőgép. A magyar repüléstörténethez úgy kötődik, hogy ilyen repülőgépek 1964 és 84 között szolgáltak a néhai magyar, egykori magyar néphadseregnek a légierejében. Mivel a jövő pilótáinak képzése kiemelt fontosságú feladat a honvédségnél, a légiparádét szervező Albatrosz Repülő Egyesület aktív résztvevője a Honvéd Kadét programnak is. Nekünk az a célunk és feladatunk, hogy minél több fiatalt vonzunk a repülésbe, hiszen mind a polgári repülés, mind a katonai repülés pilóta és műszaki állomány hiánnyal küzd. Nekünk itt a Burgundy repülőtéren a kadétképzés, a fiatalok oktatása és az alapképzése a legfontosabb feladatunk.
A magyar légierő nagy fejlődésnek indult, ezt mondta a légi parádéra szintén kilátogató honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, a magyar kormány már jóval az ukrajnai háború előtt belekezdett egy haderőfejlesztési programba, aminek köszönhetően a szárazföldi erőket és a légierőt teljesen átfegyverezték az elmúlt években. Mind a forgószárnyas, mind a merevszárnyas repülő eszközeink vadonatújak. Új H-145-ös Airbus helikopter flottánk van, ebből egy példányt ott távolabb láthatnak és majd meg is nézhetnek, és a H-225-ös Airbus taktikai katonai helikopterek is most már rendszerbe álltak, és egyre többen és többször lehet látni őket. A miniszter kiemelte, jövőre új sugárhajtású kiképző repülőgépek érkeznek a honvédséghez, valamint folyamatosan állnak rendszerbe a légvédelem legkorszerűbb, világszínvonalú eszközei is, amelyek a magyar légtér biztonságáról gondoskodnak. Több mint 13 ezeren neveztek az idei 39. Wizz Air Budapest félmaratonra. Az ökumenikus segélyszervezet több mint 80 jótékonysági futóval állt rajthoz, hogy felhívják a figyelmet a rászoruló gyerekek támogatásának fontosságára. Bemelegítéssel kezdődött a vasárnap reggel az ELTE lágymányosi kampuszánál. Több ezeren álltak rajthoz a 39. Wizz Air Budapest félmaratonon. 3, 2, 1... Az első futampontban 8 órakor startolt el, a 21 kilométeres távnak csak nem 9000-en vágtak neki, köztük 1100-an először. Először indultam az OB mezőnyből, és azért nagyon húzott az elején, hogy láttam a legjobbakat, de persze nem ment velük, úgyhogy hamar vissza kellett vennem, kicsit hamarabb kellett volna, és így a vége kicsit nehéz lett. Külföldről is rekordszámú nevezés érkezett idén, 95 országból összesen 3500-an indultak. Ez egy gyönyörű város, azzal, hogy itt futhattam félmaratont, egy álom vált valóra, mondta ez a japán férfi. A félmaratoni táv mellett rövidebb 10 és 2,3 kilométert is lehetett választani. Nagyon várom, ma is 2,3 kilométeren indul. A legkisebbek mellett az idősek is elindultak a futófesztiválon. Félmaratont is minden, most csak ez a kisebb rövid távban, de rendszeresen futok a BSU versenyeken. A szervezők szerint a Wizz Air félmaraton mostanra hagyománnyá nőtte ki magát. A futás a 21. század sportja, több mint 100 millió ember fut a világon, és kellenek a megmérettetések, hogy én meg tudom csinálni. Életemben először 1100 ember magyar van, aki először csinálja, sokadjára 50 évesen, 60 évesen, 81 éves a legidősebb futó. Sokan jótékony cél érdekében húztak futócipőt a félmaratonon, az ökumenikus váltóban például olimpiai bajnok, színésznő és lelkész váltotta egymást. Nekem a futáshoz való kapcsolatomat azt szerintem sokan tudják, én nagyon szeretek, és nagyon sok félmaraton futottam, és egy egészen más élmény és érzés, amikor az ember nem magáért, hanem valamilyen igaz, szép ügyért fut, ugye most a kapaszkodó programot támogatjuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetét. Az ökumenikus segélyszervezet több mint 80 jótékonysági futóval állt rajthoz, hogy felhívják a figyelmet a rászoruló gyerekek támogatásának fontosságára. A versenyzők a 1353-as adományvonal számát egy óriási élőképen is megformázták. Mi úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon jó egy ilyen fotóversenyen jelen lenni. Nagyon sok aktív ember, nagyon sok sportos ember, sok olyan ember, aki tenni akar, és ezt a tenni akarást szeretnénk adományozásra is konvertálni. Ahogy szoktunk mondani, ne csak szurkolj, segíts. Már a nevezésnél jótékony futóvá válhattak azok a sportolók, akik indulásukkal a kapaszkodó programot támogatták. Az adakozó versenyzők 700 000 forintot gyűjtöttek össze. A traktorok és kombájnok jelentette balesetveszélyre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Az őszi betakarítási munkák idején a megszokottnál jóval több mezőgazdasági gép közlekedik az utakon, ezért országszerte fokozott figyelemre és türelemre van szükség. Magyarországon évente átlagosan 100 olyan közúti baleset történik, melyben mezőgazdasági gép is érintett. Az őszi munkákra készíti fel a gépeket munkatársaival Zalaegerszegen Gyergyák Szabolcs mezőgazdasági vállalkozó. A több tonnás betakarító és talajművelő gépeket hatalmas traktorokkal viszik ki a földekre. Van olyan vontató a gazdaságban, aminek 4,5 méter a szélessége. Ez a járműszerelvény például majdnem másfél forgalmi sávot foglal el az úton.
jövő héten mennek a kombányok már az utakra, mennek a nagy permetezőgépek, ahogy látni itt mögöttem, ugye most az állattenyésztő telepen vagyunk, a pihenődobokat takarítjuk ki, tehát a trágyát hordjuk ki, még nem jönnek meg az őszi esők, tehát még a földekre rá tudunk menni, úgyhogy itt is jelen pillanatban három nagy munkagép folyamatosan munkában van, horja trágyát, úgyhogy nagyon oda kell figyelni nekünk is az utakon. Az őszi mezőgazdasági munkák idején az országban bárhol feltűnhetnek a túlméretes, nehezen manőverező munkagépek. Ezek a többi közlekedőnél lassabban tudnak csak haladni, kanyarodásnál általában mindkét sávot elfoglalják, és a féktávolságuk is jelentősen meghaladja a közúti járművekét. Egy trágyázógépet vontató traktornak például 20 másodpercre is szüksége lehet, hogy keresztezzen egy főutat. Éppen ezért a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a mezőgazdasági gépek miatti fokozott balesetveszélyre hívja fel a közlekedők figyelmét. Mindkét oldaltól azt várjuk, tehát itt a mezőgazdasági gépek, közlekedők is rájuk vonatkozó nagyon szigorú szabályokat betartsák, illetve a közlekedőktől azt, hogy türelmesen közlekedjenek, illetve türelmesen várják meg, amíg kellő biztonsággal meg tudják előzni a járműveket, vagy ez a jármű letér az útról. Magyarországon évente átlagosan 100 olyan közúti baleset történik, amelyben mezőgazdasági gép is érintett. Legutóbb szeptember elején Battonyán gázolt halálra egy 18 éves kerékpárost egy kombájn. Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este a Karmelita Kolostorban vacsora keretében tárgyalt a csádi köztársaság elnökével, aki kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. A kormányfő hétfőn további kétoldalú megbeszéléseket folytat Csád elnökével, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan. A miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár hozzátette, Csád az illegális migráció elleni küzdelem kulcsországa Afrikában. Az Afrikából Európába irányuló migrációt pedig nem lehet megállítani a Száhel térség országai nélkül. Ezért Magyarország együttműködési partnerséget épít Csáddal. És eddig tartott a Híradó, de a híradó.hu oldalon ezt az adást és a korábbiakat is újra megnézhetik. Most a Nemzeti Sporthíradó következik Pál előtt, de utána pedig az időjárás jelentés jön. Maradjanak az M1-en továbbra is!